videófelvételt készítek erről a vadonatúj állapotú szinte. Nagyon-nagyon jó állapotban lévő Yamaha RX-V620-as Natural Sound erősítőről, mely már rádiótextes, illusztrálom. Kiírja az előadó nevét, a számcímét, stb. Zenehallgatásnál. Mondjuk attól függ, milyen adón vagyunk, hogy az adó ezt a szolgáltatást nyújtja. Már írja is. A front oldalon is van optikai csatlakozás, van RCA bemenet, meg videó bemenet, valamint S-videó. Van fejhallgató kimenet, minden csatlakozás aranyozott. Ez is utal a felső kategóriára. Hát épp, hogy belépő szintű, de felső kategóriás erősítő, belépő szintű erősítője. A távirányítóról illusztrálom, itt vannak a inputok, DVD. Jaj, bezavar a... Ez az S23, el kell raknom egy méterre legalább, hogy most átkapcsoltam DVD-re. Akkor jön a következő, a DTV, VCR1, jön a CD, igen, akkor MD, CD, VAUX, a tuner, és még egy van, ja nem, már nincs több. Itt az ABCD-ját lehet kiválasztani a rádióról. A hangerőszabályzás, menürendszere, illusztrálom a menürendszerét is. Itt a speaker, beállítások, akkor a balanszbeállítás, a tónbeállítások, a hangszorok, akkor a... nem tudom, hogy mi. Input módok. Az input módoknál úgy van beállítva, hogy automatikusan észleli, hogy most optikai, digitális szálon kapja a jelet, vagy pedig RCA-n. Itt lehet beállítani a DTS dolgokat. A time-okat. Itt a display-szet, itt lehet állítani a fényerőt, stb. És visszaállítottam alaphelyzetbe. Nagyon szép hangú készülék, komoly hangzással. A nagyon érzékelhető a hang, adok rá hangerőt, mert... alapban is nagyon jó minden, a teteje is szép állapotú, távirányító is újszerű állapotú. Nagy felbontású képekkel még illusztrálom állapotát. Kérlek, tekintsd meg azt is. Csalódásmentes választás szerintem. További szép napot kívánok!